Többek között itt az egyik szekszárdi nagyáruház parkolójában kéregetett az a 27 éves helyi nő, aki elterelte a vásárlók figyelmét, úgy lopta meg őket. A város különböző pontjain követett még el egyéb számos bűncselekményeket, például a DM-ben, aztán közterületen is. Az egyik férfinak például a mobiltelefonját vitte így el. A rendőrök gyorsan azonosították az elkövetőt, akinél elszámoltatása során megtalálták a telefont. Ez még tavaly ősszel történt, a zsebtolvaj azóta is letartóztatásban van. Ennek az esetnek a kapcsán indult el a büntető eljárás, amelynek során megállapítást nyert az, hogy a nő legalább 15 további bűncselekményt követett el. Ezek közül 11 vagyonelleni bűncselekmény, tehát lopás bűncselekménye, illetve 3 esetben követette a garázdaságot, és 2 esetben pedig könnyű testi sértést. A szekszárdi rendőrkapitányság munkatársai most befejezték a nyomozást, és a keletkezett iratokat megküldték a szekszárdi járási ügyészségnek.